Csöbör Tomi. Szevasztok gyerekek, újabb bontós videó! Tudom, hogy már kicsit régebben volt, most van a lehetőség, hogy tudok nyitni. King Cobra Cards-tól ismételten kaptam a csomagot, és 2024-23 mozaik doboz, ez egy nagyon új kiadás, ez múlt hét szombaton jött ki, jelent meg. Megnézzük, hogy mit tudunk belőle nyitni, ugye Wembanyama lenne ugye a best of the best, igazából ami jönne, jöhetne. Jövő héten, szombat és vasárnap az Ázsia Centerbe lesz a Hungarian Card Expo, amin a Bence is kint lesz, ugye a King Cobra Cards Bence kint lesz, én is kint leszek, de én csak vasárnapot tudtok velünk találkozni, tudtok a Bencétől vásárolni, amit szeretnétek, és még egy rengeteg más gyűjtőtől és adótól tudtok vásárolni kártyákat, amiket szeretnétek, szóval mindenképpen érdemes kinézni. A leírásba a King Cobra Cards oldalán megtaláljátok majd az eseményt, ott lehet megnézni, hogy mi merre hány méter. Nézzük is a doboz, kezdjük el. Na srácok, itt vagyunk. Erről a mozaik dobozról van szó alapvetően. Ebbe ugye lehet ultra rare inserts, including stained steel, vagy stained steel, ott nem látom egyébként odaírva, és new mimic mozaik, nem mikromozaik, bocsánat, ide bevágok egyébként egy képet, hogy mi lehet benne. Ide. Ezek lehetnek benne, ezek a kártyák. Ugye ez a kettő ritka van benne. Plusz ugye, amit még nem mondtam, ami itt van a képen, ez a Mosaic Genesis Prism lehet még benne, de bontsuk is ki, nézzük meg, ez 36 darab kártya és 6 csomag, tehát 6x6 kártya, mindent a leírásban lévő linkkel megtaláltok és meg tudjátok vásárolni, nézzük meg, hogy mi van benne. Na srácok, kibontottam, ugye ez a 6 csomag van, én nem nagyon akarok izélni, de az alsó csomag, mint a vastagabb benne, ugye ebbe is lehet, csak lehet aláírt, ugye nem garantált semmi. Az alsó csomag, meg a felső is kicsit mindig vastagabb lenne, mindegy, nézzük az elsőt, ide lerakom, nézzük az első csomagot, hogy mit tudunk kihozni belőle, mutatom. Megfordítjuk. Hopp! Ezek így, ezek, ahogy nekem nagyon tetszenek ezek a kártyák, az első Tyus Jones, az első, aztán a következő Kai Kuzma, aztán a következő Brandon Ingram, utána egy Harrison Barnes, utána egy Devin Booker, és itt jönne az insertünk, de nem jön az insertünk, mert ez egy Scoot Henderson, ez a lap nekem már megvan, de Scoot Henderson az első kártyánk, azt ide félre rakjuk. Srácok, kinyitottam az ablakot, hogy vagy felhúztam a redényt, hogy kicsit jobb legyen a fény. Nézzük a következő csomagunkat, már nyílik is, eddig egy darab insertünk nem volt, de nézzük a második csomagot, mit tudunk hozni. Nézzük, és itt bepíke, opp, ott van valami zöld. Na nézzük, az első Zer Williams, a második Trey Jones, a harmadik Herbert Jones, oké, okay, még nem jön, Anthony Davis a következő, és nézzük, ez a green, ez Miami Heat, ez egy Caleb Martin green kiadásba, számozás nincsen, meg semmi ilyesmi, viszont amúgy tök jól néz ki, Caleb Martin, és egy City Edition Jokic, így az utolsó, oké, okay, nagyon szuper, következő csomag, ezt se érzem annyira vastagnak, de nézzük, nézzük, mit tudunk, hát egy aláírt, hogy mezdarabos lesz benne, ott is, hogyha bepíkeljük az adát, akkor ez is egy green valami lesz, nézzük, Sengun, az első, Nurkic, a következő, jajjaj, aztán egy Benedict Maturin a harmadik, és nézzük, itt jön a green, Tim Hardaway Jr. a következő, és itt valami rookie a következő, nézzük, várjatok egy kicsit, megnézzük haj alapján. Hey, epic performance, Victor Wembanyama! Az nagyon jó, és az utolsó pedig egy Cam Whitmore. Wembanyamát kinyitottuk, nagyon szuper, epic performance, ez egy ilyen 5000 forint alsó hangon szerintem, ugye számozás nincsen neki, de viszont kurva jól néz ki, és legalább egy insert Wembanyama és nem is base, és rookie kártya, nagyon szuper. Király, az első hit az meg is van, amúgy azt néztem, hogy egyébként egyáltalán nem vastagabbak a csomagok, szóval hülyeséget mondtam. Nézzük a következő csomagot, én szerintem már jól jártunk egyébként a Wembanyamával, ez most nem akar nagyon kinyílni, most akkor de itt a másik oldalról kinyílik. Nézzük a következőt, ez amúgy egész jó hit, mondom. Nézzük, bepíkeljük az oldalát. Ó, ott valami fekete, feketeség van. Joel Embiid a következő,
aztán egy Kristaps Zingis Pingis for Zingis, utána egy Sadiq Bey, Atlanta Hawks, ez itt nagyon össze van ragadva, várjatok egy kicsit, aztán egy Grayson Allen, és itt mögötte valami nagyon fekete, ugye fekete az jelentett ugye 1/1-et, Los Angeles Lakers. Oh, Jam Masters! LeBron James! Ugye ez a Jam Masters, ez a nagyfejű kártya. Igazából ott látjátok, hogy sokkal nagyobb a feje, mint amúgy. A végére még van egy Julian Strother, azt ide félrakjuk. Viszont ez a számozott lenne, az nagyon lenne, nem az. Ez egy Prism. Viszont LeBron James Jam Masters. Kurva jól néz ki. Nagyfejű LeBron. De tényleg nem tud számozást, nem tud semmit. De viszont nagyon bomba. Na eddig Wembanyama LeBron, nagyon jó. Most ha még jönne még egy Wembanyama esetleg valami számadott, vagy most jönne egy aláírt kártya, én annak is tudnék nagyon örülni, de most már egy szavam se lehet, hogyha most már nem jön semmi, mert ezek tényleg ilyen blasterből nagyon jók, és ez egész olcsó blaster. Ott ez egy holó lesz, szerintem. Egy Christian Brown az első, Bogdanovic a második, Derek White, Boston Celtics, aztán egy Ayo Dosunmu. Ayo! Haladjunk tovább. És a következő egy holó, az is egy rookie. Mindig azt hiszem egyébként, hogy hogyha a rookie és ilyen fekete látjátok a rookie, akkor az már egyből Wembanyama, mert izé. De viszont nem egy Marcus Sasser holó. Kurva jól néz ki egyébként, szerintem ezek a holók nagyon szépek. És a végére még egy készen valasz. Ő se számozott, viszont nagyon jól néz ki ez a holókártya, és legalább rookie. Nagyon szuper. Na utolsó csomagunk, amire azt mondtam, hogy vastagabb, közben amúgy kurva nem, szóval össze-vissza hazudok itt. Még mindig innen nyílik, de semmi gond. Nézzük meg az utolsó csomagunkat, utolsó 6 kártyát. Itt is valami zöld okoskodás lesz. Meg még, nem tudom, látjátok, ott is van egy ilyen Jam Masters, mint az előbb volt, lehet, hogy az. Cole Anthony az első, aztán ott van egy Jalen Brunson a második, össze van ragadva itt a két kártya, aztán egy Capella a következő, és a zöld kártya szintén egy rookie, ami nagyon tetszik nekünk. Rookie Brandon Miller, az is nagyon jó, nagyon szuper, és aztán nézzük, várjátok a következőt. Brandon Miller. Oh, Jam Master Scoot Henderson! Én gyűjtem a Scoot Hendersonokat, és a végére még van egy Ja Morant, City Edition. Scoot Henderson Jam Masters, ő se tud számozást, viszont geci jó! Nagyon jól néz ki! Én a Scoot Henderson mondom gyűjtöm, szóval ha Scoot Henderson lapotok van, és valami extra, akkor mindenképpen hit me up. Nagyon bomba, tehát ez hibátlan. Jó, srácok, ennyi volt ez a Blaster, Mosaic Blaster Box. A hitjeink, az egy Green Brandon Miller, aztán ez a Jam Master Scoot Henderson, aztán ez a rookie Marcus Sasser holó, aztán Jam Masters LeBron James, aztán Victor Wembanyama Epic Performers, és egy Caleb Martin Green, plusz még itt volt egy Tim Hardaway Junior Green. Srácok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, következő videóban találkozzunk, leírásban a linken megtaláljátok a King Cobra Cards weboldalát, tudtok vásárolni mindenféleképpen, nézzetek rá, és a 7-e, szeptember 7-e, 8-ai eseményt is megfogjátok ott lent találni, találkozzunk ott, én 8-án leszek kint vasárnap, oda szeretnék jönni, köszönni akkor egész nyugodtan, sziasztok gyerekek, csumi csá!